Üdvözöllek benneteket a Háztartásom Hulladék Nélkül csatornámon, és köszönöm, hogy ma is csatlakoztok hozzám. Ma a téli kertemet mutatom meg nektek. Egy kert nagyon sok örömet tud okozni, főleg egy olyan háztartásban, mint a miénk is, ahol a legfontosabb a környezettudatos gondolkodás. A kert növényei és állatvilága egészen közelről megmutatják nekünk a természet szépségét. Látjuk, ahogy fejlődik, változik, elmúlik, majd újraéled. Érezzük, hogy ennek a csodának mi is részesei vagyunk. A téli kert a nyugalomról, a lelassulásról szól. Idén télen nem sok hideget és havat kaptunk, de legyen bármilyen az időjárás, a kert ugyanúgy igényli a jelenlétünket és a gondoskodásunkat. A hulladékmentes otthonunkban a kályhában keletkező hamu egy része ilyenkor a járdára kerül, és természetes csúszásgátlóként szolgál. A mi környezettudatos otthonunk kertje elképzelhetetlen lenne a kert énekes madarai nélkül. Rendszeres etetésük és itatásuk elengedhetetlen feladat. Legjobban a fekete napraforgót szeretik, amit a helyi gazdaboltban kimérve csomagolás nélkül vásárolhatok meg. Happy kutyám is oda van a napraforgó magért. Örömmel veti rá magát, mikor véletlenül felborítom a magos vödröt. A kertünk sok pontján vannak madáretetők, de rendszeresen teszek ki magokat és almát, gyümölcsöt is a romfalra és egyéb helyekre is. Igyekszünk a ház téli fűtését jó minőségű tüzelőfával megoldani, és a fűtésre szolgáló gáz használatát minimalizálni. Szeretek fát behozni a kerti fatárolóból, mindig jól esik ez a fajta kicsi fizikai munka. Úgy gondolom, hogy egy kert nem is igazán környezettudatos, ha nincs benne komposztáló. Hiszem, hogy kötelességünk visszaadni a természetnek, ami a természeté. Így a hamut is. A kinti feladatok elvégzése után mindig jól esik egy forró tea. Természetesen filteres tea helyett teafüvet használok, amit egy helyi üzletben veszek meg, csomagolás nélkül. A teámat most a teraszon iszom meg, közben élvezem a kertünk látványát. Jól esik ez a lelassult pihenés. Amikor az időjárás megkívánja, akkor szívesebben fűtünk be a kályhába. Szeretem a kályha kitakarítását és előkészítését. Kicsit olyan érzés, mintha ez a feladat visszaretíteni az időben, a múltba.
Este pedig begyújtunk, és élvezzük a tűz pattogó hangját és különleges melegét. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és megnéztétek ezt a videót, hamarosan ismét találkozunk. Addig is nézzetek be az Instagram és a Facebook oldalamra, vagy a honlapomra. A linkeket megtaláljátok a leírásban. Sziasztok!